Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. 30 esztelje annak, hogy Göncz Árpád köztársasági elnök szeptember 30-át és október 14-ét tűzte ki az önkormányzati választások időpontjául, ekkor járulhattak hosszú idő után az urnák elé a választópolgárok. Székesfehérvár önkormányzati képviselőjeivel beszélgetünk ebben a műsorban, vendégem pedig Banis Károly, tisztelettel köszöntöm. Tisztelettel köszöntöm azt az embert, aki kutatóként, a fizikai tudományok kandidátusaként, a könnyűfémű kutatójaként vállalta azt a megmérettetést 30 esztendővel ezelőtt, hogy Székesfehérvárt szolgálja. Hogy jött a felkérés? Hiszen ez egy óriási, a Szabad Demokraták Szövetsége színeiben, hiszen ez egy óriási váltás bizonyos értelemben. Igen, mindenek előtt köszöntöm a Fehérvár Televízió nézőit, és az a kezdeném, hogy szabályosan jártam el, maszkkal jöttem be, de úgy ítélem, hogy a másfél méter távolság megvan köztünk, úgyhogy így mégiscsak szabadabban tudok beszélni. No hát, ami a fölkérést illeti, hát valóban kutatópályán dolgoztam, akkoriban már, hát majdnem, hogy összeomlóban volt a magyar alumínipar 89-ben. És természetesen ez még a fölkérés sokkal korábban érkezett, 89 év elején, vagy talán már 88 végén, erre már pontosan nem emlékszem. Én hát kutatóban vettem a magam dolgait, és hát baráti társaságokban azért a hazai közéletnek a dolgai is érdekeltek, és úgy el szoktam vitatkozgatni a baráti társaságban. És legelőször, ha jól emlékszem, egy Moncskó nevezetű MDF-es emberke keresett meg, hogy mi lenne, hogyha az MDF színeiben indulnék. Hát akkor annyira hirtelen ért a kérdés, vagy a fölkérés, hogy egyből nemet mondtam, hát annyira egészen más a mentalitásom, hozzáállásom, hogy én hivatalosan politikai pályára menjek. Eltelt pár hét, akkor meg az SZDSZ részéről a könnyűfémű lakótelepen laktunk, és egy hát ismerős hölgy keresett meg, hogy mi lenne, hogyha az SZDSZ színeiben föllépnék. Na mondom most már, hogyha ennyire több oldalról jönnek a kérések, hát akkor miért ne? Kértem gondolkodási időt, és hát mivel amúgy is eléggé szabad elvi, hát egy kutatópályán valaki, ha nem szabad elvi gondolkodású, vagy legalábbis nem engedi el a fantáziáját, akkor nem sokra viszi kutatói pályán. Hát gondoltam, hát mi lenne, hogyha megpróbálnám, 4 évet kibírok. És végül is ennek a hölgynek mondtam igent, hogy hát akkor a SZDSZ színeiben. Azt már most előre bocsátom, nem lettem SZDSZ-es tag, SZDSZ frakciónak lettem a tagja. Na, szóval akkor megkeresett a Világosi Gábor, addig nem is tudtam, hogy létezik ilyen nevű ember, jogász, hogy na, akkor lépjek be a csapatba olyan értelemben, hogy hát elkezdünk különböző fölkészítési akciókat, tehát hogy mit jelent önkormányzati képviselőnek lenni, és hogy tulajdonképpen mi lenne teendő, hogy területi képviselőként induljak, tehát nem listáról, hanem a könnyűfémű lakótelepet kapnám. Ugye az természetes volt ilyen értelemben akkor, hogy mivel a könnyűfémű akkor is a magyar ipar egyik ékköve volt, hogy akkor vállalkozásfejlesztéssel és iparpolitikával foglalkozik. De hogy lehetett erre felkészülni?
hiszen ne feledjük, a rendszerváltás után alaposan megviselte a magyar ipart a nagy munkanélküliség, Székesfehérvárt nem különben. Hát nagyon röviden akkor ugye már tudva levő volt, hogy a könnyű féműt, mivel a magyar alumipar összeomlóban volt, egyes vállalatait külföldi cégek szemelték ki, és az Alcoa, az amerikai Alcoa, illetve az amerikai Alcoa holland kirendeltsége vette kézbe a dolgot, Alcoa gondolta megszerezni a könnyű fémművet. Tehát akkor ez már olyan döntés volt 89 végén, hogy már nyugodtan lehetett rá számítani, hogy igenis az Alcoa-i leszünk. Ugye október 14-én állt össze a képviselőtestület. Az első ülések miként zajlottak, hiszen azt hiszem, hogy önkormányzati képviselőként tapasztalata nem lehetett, nem volt senkinek sem, és egy egészen új metódust kellett megtanulni egy város irányítására. Igen, hát ez ugye számomra teljesen új terület volt, de hát mint az előbb mondtam, hát 4 évet kibírok, most megpróbálom, akkor én úgy érzem, hogy szellemileg, tehát mint végzett fizikus, befogadókész voltam ilyen dolgokra. Mondjuk akkor még teljesen tisztában nem voltam azzal, hogy a politikai berkekben hogyan zajlik az élet, hogy röviden így foglaljam össze. Hogy nehéz volt megszokni? Nehéz volt megszokni, és eleinte érdekes módon nem is annyira tartottuk be azt, hogy ki milyen frakcióhoz tartozik. Nekem például egyik, hogyan mondjam, legjobb, majdnem, hogy barátom, a Takács Laci bácsi lett MDF-es. És így néhányan még, úgyhogy hát ismerkedtünk egymással, meg ismerkedtünk azokkal a döntéshozói, törvénykezési módokkal, amiket hát egy önkormányzati képviselőnek kell majd tudni. Hát és a Balsai Pistán akkor már ugye előtte tanácselnök is volt, mindent, ő neki már azért volt némi tapasztalata, tehát azért ő irányításával, tehát ő lett akkor ugye a polgármester, és az ő irányításával azért lassan-lassan belerázottunk. Ugye a privatizáció mindenképpen erre az időszakra rányomta a bélyegét. Egy olyan terület képviselőjeként, ahol ipartelepek voltak és nagyvállalatok, miként lehetett segíteni, hiszen szám nagyon is jól tudjuk, akkor jött a nagy munkanélküliség is. Ennél bonyolultabb lett az én személy szerinti életem képviselőként, mert könnyűfémű lakótelepet megkaptam, mint tulajdonképpen nagyvárosi környezetet, azon kívül Ráczhegyet, mint hát az már ilyen kisvárosi jellegű terület volt, és harmadik részként megkaptam Börgöndöt, ami pedig teljesen falusi jellegű környezet volt. Tehát ugye megnyertem a választást ezeken a területeken, és így nekem bizony kellett külön lakossági fórumokat tartani a könnyűfémű lakótelepen, külön Ráczhegyen, külön Börgöndön. Ráadásul Börgöndön egy kocsma volt, amit mondjuk az elején az még nem fedeztem fel, de a későbbiekben az hiába lett előírva az, hogy amikor lakossági fórum van, akkor ne szolgáljon ki fórum alatt eleinte. Úgy gondoltuk, hogy a fórum alatt szeszes ital, de előre azért voltak fogyasztások, és kialakult egy olyan fölállás, olyan volt a helyiségnek a felépítése, hogy a bejárattal szemben volt az ablak, balra a kocsmai kiszolgáló, jobbra, ahol, meg szemben, ahol ültek az emberek. Tehát, hogyha, és a Timár Tibi volt a városgondosságról a
a segítőtársam általában a lakossági fórumokon. Be voltunk szorítva az ablakhoz, szemben a lakossága, tehát kimenekülni se tudtunk volna, hogyha ezt most azért említettem, mert azért voltak kemény helyzetek. No, ez csak egy ilyen kis kitérőként mondtam. Úgyhogy, szóval talán az jelentette a legkevesebb gondot, hogy hát ipar környezet is tartozott hozzám, mert mint mondtam, azt az alkohol megvette, az úgy kvázi le volt rendezve, más jellegű ott számomra nem volt, mert a Seregélyesi út mentén, ahol már részleteiben voltak magyar kisvállalatok, az már egy másik körzet. Miként lehetett felkészülni a három különböző választói csoport különböző problémáinak megoldására? Hiszen nyilvánvaló Börgönd azóta látványosan fejlődik, tudjuk, de akkor valóban egy falu volt, amit ráadásul kellőképpen elhanyagoltak a rendszerváltás előtt. Hát a neve is most már nem tudom, hogy megváltozott-e, akkor még Börgönd puszta volt, és eléggé pusztai is volt. Ráadásul 2-3 éven betellett a képviselőtestületbe, mire el tudtam fogadtatni azt, hogy ne sorvasszuk el Börgöndöt, hanem fejlesszük. Úgyhogy hát nem volt könnyű. Azon kívül ugye a Rácshegy is egy külön problémát jelentett, míg talán a Köfém lakótelep volt a legkevésbé. Ott inkább csak a zöldesítési problémák jelentettek gondot, és tulajdonképpen lehet, hogy ott fejlődött ki bennem az, mint fizikusban, hogy a környezettermészetvédelem dolgot, meg egyébként is azóta, akkor már elég nagy természetjáró voltam, és már szerepem volt a természetbarát mozgalomban is. Igen, a természetjárást azt tudjuk, hiszen szerettem volna erről kérdezni, hogy az mikor jött be, hiszen én azt gondolom, hogy a természetbarát szövetség, illetve a természetjárók nagyon sokat köszönhetnek önnek. Ez párhuzamosan a képviselői munkájával indult. Korábban indult. Korábban indult? Igen. Én a gyerekkoromban faluhelyen nőttem fel, a természet legközepében, azt lehet mondani, és olyan biológia tanárom volt, aki rászoktatott a természetjárásra és a lepkegyűjtésre. És amikor már a kutatói pályán dolgoztam pár éve, akkor kikapcsolódásként gondoltam arra, hogy fölújítom ezt a gyerekkori hobbimat, és újra elkezdtem gyűjteni a lepkéket, de akkor is már inkább nem tudtam eldönteni, és azóta se tudom eldönteni, de nem is akarom, hogy azért járok-e természetbe, hogy lepkét gyűjtsek, vagy azért gyűjtök lepkét, hogy a természetbe tölthessek minél több időt. És ez már ugye a 70-es években elindult, és 86-ban léptem be a Fejér megyei Természetbarát Szövetség, igen, belül elég sokan voltak már olyanok, akik már az országossá fejlődött társadalmi erdei szolgálatnak voltak a tagjai, és azok közé léptem be itt, mint megyei. És hát később már, akkor már tényleg képviselő voltam, amikor már országos szinten is beléptem a természetbarát mozgalom. Ugye beszéltünk arról, hogy a körzetben milyen problémák voltak a három különböző lakókörzet kapcsán. Egy kicsit essék szó arról is, hogy általában egy képviselőtestületi ülésen miként sikerült a felmerülő teljes Székesfehérvár érintő problémákat megoldani, illetve hiszen nagyon sokszínű volt ez a testület. Nagyon sok fideszes, SZDSZ-es, Magyar Demokrata Fórum, Kisgazda, MSZP-s is volt, párton kívüli, aki nem volt párttag, úgyhogy ez egy heterogén testület volt. Hát a börgöndi problémán kívül tulajdonképpen, legalábbis én úgy ítéltem meg, hogy az első 4 évben még nem bomlott szét teljesen a társaság, mit tudom én, Fideszre, SZDSZ-re, meg hát az SZDSZ-esek mi
az első 4 évben 12 vagy 13 volt, tehát létszámban ott voltunk a Fidesz mellett tulajdonképpen. És a Fidesz-sel tudott, hogy nagyon, szóval annyira túlnyerte magát, hogy nem tudott, most nem akarok olyan jelzőket használni, olyan jelölteket, képviseltest jelölteket, akik tényleg mindenben, hogy mondjam, otthon voltak. És tehát volt súlyunk. És mint mondom, még akkor az első 4 éves ciklusban nem váltunk szét annyira frakciókra. Ez a második 4 évtől kezdődött inkább. Tehát az első 4 évben még ilyen dolgom nem volt. Úgyhogy akkor, amikor vége volt az első ciklusnak, és mondtam, hogy én leköszönök, mert 4 évre gondoltam, akkor az SZDSZ nagyon kezdett füzögetni, hogy na még egyet próbáljak meg. És végül is ráálltam, úgyhogy nem volt nehéz győznöm, akkor mondom, mert az első ciklusban úgy majdnem, hogy magától mentek ezek a könnyű dolgok. Volt konszenzus teremteni? Tehát akkor ebben a képviselőtestületben, ebben a felállásban? A falsúlyos kérdéseket kérdezem, hiszen akkor nagyon is jól tudjuk, hogy a rendszerváltást követően drasztikusan megnőtt a munkanélküliség Székesfehérváron is. Például. Akkor még szerintem a képviselőtestületnek a legnagyobb része nem látta át, hogy fölülről, tehát akik a közvetlenül a városvezetésbe bekerültek, hogy azok mennyire őszintén és a város érdekét nézve cselekedtek. Szóval nem nagyon éreztük azt, hogy esetleg behúznak-e bennünket bizonyos dolgokba a csőbe. Azt később láttuk már a második ciklus közepe felé talán, hogy az első ciklusban is volt egy-két olyan mozzanat, ami nem biztos, hogy nem csak a város, most hogyan próbálok szépen fogalmazni, nem csak a város érdekét szolgálták, hanem szükebb csoportnak is. Fontos kérdés, hogy a választópolgárok miként viszonyultak önökhöz? Ön például milyen tapasztalatokkal bír erről? Számon kérőek voltak. Voltak-e gondolataik, ötleteik, segítőjavaslataik? Általában azért a lakossági fórumokra olyan 30-40-en eljöttek. Én meg mondjuk, mivel köfémes dolgozó voltam, és a köfém lakotelepen nagyon sok munka, tehát köfémes dolgozóval is kapcsolatban voltam, tehát személyes kapcsolat is volt. Tehát ilyen értelemben én tudtam a problémákat, amiket úgy fölvetnek. Köfém lakotelepen nem voltak különösebben nagy problémák. A Rácshegyet kezdtem megismerni, mondom, Börgöndön meg az első 4 év az eléggé, hát, szóval olyan volt, hogy fogadtak is, meg nem is. Igen, hát nyilván. Visszahúzódóak voltak, hiszen ez egy teljesen más különálló egység. Aztán ugye elkezdődött az, hogy lehetett nyugdíjas klubokat támogatni, akkor a második ciklusban már volt olyan képviselői keret, amit az ember saját maga döntött el, hogy mit tudom, Börgöndön, mit köfém lakótelepe, mit és a Rácshegyen, mit így akkor már az utak is kezdtek, hogy kisebb utakat felújítani, aztán nekem bejött később az Adonyút, szóval a nagyobb utak köfém lakótelepen is, és a köfém lakótelepen a zöldesítési program egészen jó elindult. Tehát így aztán végül is így jobban megismertek, és még inkább megismertek a második ciklus a vége felé körülbelül. Akkor kezdtem el, hogy negyed évente írtam egy helyzetjelentést a három részemről, és azt én magam, illetve néha családtagok vagy köfém lakótelepi lakók segítettek minden postaládába negyed évente bedobni ezt a kis újságot, amit
A kormányváltások mennyire nyomták rá a bélyegét az önök munkájára? Hiszen a polgármesterek változtak, a képviselőtestület is helyjel közel, ön például ugye maradt két cikluson keresztül. Tehát mennyire nyomta rá a bélyegét, hogy egy teljesen más elképzelésekkel rendelkező kormány indult el egy másik úton adott esetben? Hát tulajdonképpen azt, amit mondtam, hogy az első ciklusban még nem váltunk szét annyira frakciókra, a második ciklustól kezdve már kezdődött ez, hogy akkor már nem mindig az egyéni képviselői érdekek érvényesültek, hanem az egyes frakciókon belüli fegyelem döntötte el azt, hogy mikor, mire szavazunk. Azt észlelték, hogy Székesfehérvár elkezdődött dinamikusan fejlődni, hogy a munkanélküliség csökken, ipari parkok létesülnek, sikerül konszenzussal megállapodni arról, hogy igenis lesz nemzeti emlékhely, és így tovább. Tehát igen. Az tetten érhető volt a fejlődés? Ezekkel szerintem nem volt probléma. Probléma ott adódott, amikor ugye kommunális dolgok kerültek például előtérbe. A székom, a fűtőerőmű, meg egyéb dolgok, ott már komolyabb viták voltak. Már csak azért is, ugye, mert közeledtünk a 2008-as válság felé, és az energiaárak nagyon kezdtek emelkedni. Mert ugye 2000-hez képest a nyersolaj ára 2008-hoz képest ugye a 18-20 dolláros hordónyi ár a 2000-es fölment 100 fölé 2008-ban, és hát mondom, ez ugye szépen majdnem, hogy exponenciálisan az évek során kezdett emelkedni. Na, így kerültek elő egyre inkább a viták is, hogy aztán ugye az is, hogy a kormányok egyre többet elvontak az önkormányzatoktól, iparizési adótól kezdve minden, és ők mondták, szóval a kormányok adták vissza célzottan, tehát mi fordítható oktatásra, mi fordítható egyebekre. Tehát így aztán már, hogy mondjam, tényleg majdnem, hogy a helyzetből adódóan kezdtek kialakulni a viták és az egyes frakciók közötti nagyobb viták. Ha összegezzük ezt a két ciklust, ezt a 2x4 esztendőt, akkor miként vélekedik? Ez sikeres volt Székesfehérvár és az ön életében? Hiszen egy súlyos váltás volt, valljuk meg, hiszen a kutatóból várospolitikussá kellett avanzsálnia. Hát a város az fejlődgetett. Számomra az volt a siker, hogy a második ciklusban a Városfejlesztési Bizottságban voltam, és elkezdtem hajtani azt, hogy a második két évben már a Városfejlesztési Bizottságon belül környezetvédelmi albizottság alakult, és a következő ciklus, nem, ugye is 2008-tól már, vagy még egyel előbb volt, igen, a 2008-tól lettünk, kaptam meg aztán önállóan a MSZP-SZDSZ koalíciótól az önálló környezetvédelmi bizottságot. Azt hiszem, ez nagy lépcső volt. Úgyhogy ez nekem tényleg személyes siker volt. Azon kívül ugye Láncos Kornél meg Szegfű Gyula, Fehérvár szülöttei nagy tudósok létre, azt kezdeményeztem a VEAB-nál, a Veszprémi Akadémia Bizottságnak is voltam tagja, sőt egy cikluson keresztül elnöke is voltam egyik munkabizottságnak, és fölkészültünk a Láncos Kornél születésének századik évfordulójára, és
Ekkor egy alapítvány is, a Láncösszegfű Ösztöndíj Alapítvány alakult, és annak a kuratóriumi elnöke lettem. Igen, tehát, az alapítvány ma is működik. Igen. Na, szóval ilyen szempontból úgy érzem, hogy megtaláltam azt a külön kis területet, két területet, ami úgy érzem, hogy egy kicsit lelkileg is, mentalitásban is hozzám közel állt, és hogy azt tényleg szívesen csináltam. Nos, én azt gondolom, hogy minden székesfehérvári polgár nevében mondhatom, hogy köszönjük szépen azt az időszakot, amit képviselőként eltöltött, és megköszönöm, hogy megtisztelt bennünket. Azt hiszem, hogy fontos volt ez a, és a különleges adalék a 30 évvel ezelőtt történtek kapcsán, amit elmondott. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, hogy elmondhattam. Kedves nézőink, önöknek is köszönöm figyelmüket, természetesen a műsor sorozat folytatódik. Tartsanak velünk, viszontlátásra!